A közelmúltban az ikari képviselőtestület vendége volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Vécsei László. Képviselők vannak jelen, bizonyára mindenki tudja, hogy milyen adósságkonszolidáció ment végbe. Az önkormányzatok eladósodtak az elmúlt évtizedben, és az eladósodás az már olyan méreteket öltött, hogy 1200 milliárd forintos volt az önkormányzatok adósságállománya, ami már igazából az országnak a működőképességét vagy a pénzügyi egyensúlyát veszélyeztette. Ezért aztán a kormány arra az elhatározásra jutott, hogy a magánszemélyek mellett, vagy a magánszemélyeken túllépve, devizahiteleseken is segítve az önkormányzatokat is kimenti ebből az adósság csapdából. Ez az önkormányzatok számára is életveszélyes, különösen a devizahitel. Nem tudom, hogy Ikladnak nektek szerencsétek volt, és mondjuk forinthiteletek volt, vagy esetleg volt deviza is. Belekényszerültünk önkormányzatként, és nem csak a magánszemélyek a devizásban, miután ugye a forinthiteleknek olyan voltak a kondíciói, hogy a magánszemélyek és önkormányzatok is százszor meggondolták, hogy azt vegyék-e föl, és hát aztán a csapda ugye zárult. Tehát ezzel az árfolyam változással, robbanással, ezzel szinte megoldhatatlan helyzetbe kerültek a családok, magánszemélyek és az önkormányzatok is. Az adósságkonszolidáció első ütemében 5000 alatti települések részesültek benne, és jövő február-márciustól az 5000 fölötti településekre is teljes mértékben vonatkozni fog. Most ugye a költségvetés tervezetet azért kellett a múlt héten, hét elején módosítanunk, mert még ez a 80 milliárdos csomag belekerült, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az 5000 fő fölötti településeknél is az adósságkonszolidáció végbe mehessen. Ezzel azt gondolom, hogy a költségvetési háttere is megvan. Tehát az önkormányzatainkról most már elmondható, hogy a jövő évtől kezdve tekintet nélkül arra, hogy hány fős önkormányzatok, kis települések, nagyvárosok, mindenki tiszta lappal kezdhet. De most itt polgármester úrral ugye beszélgettünk a testületi ülés előtt. Vannak, természetes, hogy vannak Ikladon is, amely egy fejlődő, szép, mindig jó állapotú település volt, elképzelések a jövőre nézve. Hát nyilván változnak a lehetőségek, részben ugye 14-20-tól egy új uniós tervezési ciklus kezdődik. Egészen más pályázati rendszerrel, finanszírozási rendszerrel, de hát még ez a 2013-ig tartó, ez ki kell, hogy fusson. Talán itt már nincsen, Ikladon már nincsen olyan folyamatban lévő pályázat, bár még reménykedünk ebbe a KMOP és intézménye energetikai korszerűsítési pályázatban, rengeteg település egyébként megpályáztak itt a választókerületben, és nagyon sokan. Vécsei László szerint az adósságkonszolidáció, a feladatok átcsoportosítása és a fejlesztési pénzek elérhetősége miatt tehermentesebbé válik az önkormányzati rendszer. A térség országgyűlési képviselője úgynevezett bizonyságlevelet adott át az ikladi polgármesternek, Madarász Istvánnak, amely tanúsítja, hogy a kormány átvállalja a település adósságát. Az ikladi képviselőtestület mindig úgy viselkedett ezekkel a hitelekkel, hogy csak akkor vette föl, ha nagyon muszáj volt, és ennek köszönhető az, hogy ez a bizonyságlevél, ez 63 millióról szól, és nem mondjuk 4-500 vagy 1 milliárd forintról, hanem arról a pénzről, amit tényleg feltétlen szükséges volt a falu fejlesztéshez. És természetesen így is jó. Így, és fejlesztésre, igen. És így is nagyon jó az, hogy átvállalta az állam, mert ezzel most az önkormányzat 35 év fizetési kötelezettségtől esik el, vagy nem esik el, hanem azt nem kell teljesítenie. Nem 20 évre? Nem, milyen? 35 éves futam idő. Igen. Tehát addig kellett volna fizetnünk, így pedig ebbe az évben már január 1-től 0 forint volt az önkormányzatnak a tartozása. Ugye még nem tudjuk azt, hogy mi lesz akkor, hogyha majd hitelt kell fölvennünk a valamilyen intézmény korszerűsítésre vagy átalakításra, de úgy gondolom, hogy akkor majd arról beszélgetünk. Ez így is jó volt nekünk, és örülünk annak, hogy most ebbe az évben nullásak lettünk. Az, amit ugye mondanak annak idején, hogy akinek
plusz pénze volt a bankba, amit én nem tartok személy szerint jó dolognak, hogyha az önkormányzat kap egy bizonyos összeget arra, hogy a faluját fejlessze, akkor nem kell a bankba tenni a pénzt, hanem el kell költeni a falura. És ezért gondolom én azt, hogy akinek pénze volt a bankba, az nem biztos, hogy minden fejlesztést a faluban megcsinált, mert akkor csak arra tett kézzel kellett volna ülni. És én ezért gondolom azt, hogy ez az egészséges mennyiségű hitel, ami nekünk volt, amit a falu mondjuk ki tud gazdálkodni magának, ennyi, majdnem, hogy azt mondhatom, hogy bármikor bevállalható a későbbiekbe is, hogyha szükséges lesz. Az, hogy most így megkaptuk ezt a pénzt, ennek nagyon örülünk, és folytatjuk tovább a falufejlesztési munkákat. Vícsény László, aki Szada polgármesteri tisztségét is betölti, elemezte az önkormányzatok gazdálkodását. Tehát itt mindig ezt a bizonyos adósságszolgálatot kell nézni, hogy az mondjuk éves szinten mennyi, ehhez képest ugye a saját bevételei egy családnak, egy településnek mekkorák. De nagyobb saját bevételekkel nyilván nagyobb hiteleket lehet vállalni, kisebb saját bevételekkel kisebb hiteleket lehet bevállalni. Én azt gondolom, hogy az úgy ámblok nem igaz, hogy az önkormányzatok felelőtlenül gazdálkodtak, az önkormányzatok többsége felelősen gazdálkodott, akik felelőtlenül gazdálkodtak, azok beborultak. Tehát a felelőtlen gazdálkodás alatt én azt értem önkormányzati rendszert belülről nézve, hogy túlvállalja magát valakit. Tehát, hogyha a fizető képessége nem felel meg a fölvett hitel mennyiségének, akkor túlvállalja magát, felelőtlen volt. Ha megfelel, hogyha tudja fizetni, akkor nem volt felelőtlen. Az is más kérdés, hogy ugye sok önkormányzat, amikor fölvette a hiteleket, akkor az adósságszolgálati képessége a saját bevételeinek a százalékában meghatározhatóan, az bőven fedezte általában az éves adósságszolgált összegét. Az, hogy egyébként többnyire sajnos ugye svájci frankos, ilyen 150-160 forinton fölvett svájci frankból hirtelen 230-240 forintos svájci frank lett, ugye egy 50-70 százalékos árfolyam változás, hát még egy felelősen gazdálkodó önkormányzat gazdálkodását is kiütheti egy ilyen. Tehát még azt sem mondom, hogyha az árfolyam változás miatt került valaki bajba, akkor az feltétlenül felelőtlen lenne. Meg hát, hogy mire költötte. Nagyon fontos, hogy mondjuk Ikladon fejlesztésekre mentek ezek a pénzek. Én bízom benne, hogy az önkormányzatok többségénél oda mentek. Néha lehet hallani persze mindenféle egyebet is, meg hát olyan ügyeket is, amiket nem jó szívvel hall az ember önkormányzati szféra kapcsán. Tehát azok nem önkormányzati ügyek, azok rendőrségi ügyek, vagy máshova tartozó ügyek, azokat vizsgálja az, akinek vizsgálnia kell. Egyébként én nem nagyon hallottam, hogy önkormányzatoknál ilyen nem is komolyabb ügyek kiderültek volna. Sajnos, ahol pénz forogott, mindig vannak, akik egy kicsit másképp gondolkodnak és elgyengülnek, hogyha nem figyelnek oda rájuk. Ez minden rendszerben előfordul. Összességében szerintem azért az önkormányzatok nem herdálták el ezeket a pénzeket.